Egyre gyakoribbak és egyre hosszabbak az áramszünetek Ukrajnában. Az oroszok szerint ők csak katonai célpontot támadnak. Holnap kezdődik a foci VB Katarban. Most még több vita is van a rendezvény körül, de vasárnaptól a meccseké lesz a főszerep. Itthon megérkezett az első hó, a Bükkben több helyen is fehérbe borult a táj, az igazi télre viszont még várni kell. És a hétvégén futnak utoljára a főváros útjain a régi magaspadlós Ikarusz buszok. Sokan nosztalgiáznak rajtuk, de eljárt felettük az idő. Ez a Híradó fél nyolckor, az M1-en Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Hosszú áramszünetekre kell készülni Ukrajnában, erre figyelmeztetik a lakosságot. Az ukránok szerint az orosz légicsapások súlyos károkat okoznak az elektromos hálózatokban. Moszkva szerint viszont a hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad. Közben megérkezett az első vonat Kijevből Herszonba. A város 8 hónapig volt orosz kézen. Zenés ünnepség keretében indították el a kijevi pályaudvarról a Herszon felé tartó szerelvényt péntek este. Több mint 8 hónap szünet után lehetett ismét vonattal utazni az egy hete visszafoglalt dél-ukrajnai nagyvárosba, amelyet még a háború első heteiben szálltak meg az orosz erők. Az ünnepségen az Európai Bizottság egyik alelnöke, Valdis Dombrovskis kereskedelmi biztos is részt vett, aki előzőleg Volodymyr Zelenszkij elnökkel tárgyalta az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatásról. A vonat reggel 8 óra körül futott be a herszoni állomásra, ahol a hosszúra nyúlt kényszerű távollét után sírva borultak egymás nyakába a rokonok, családtagok. Hosszú ideje nem sírtam, de most igen, hogy végre láthatom a lányomat, mondta egy helyi férfi, aki a háború kitörésekor küldte el kamasz gyermekét a biztonságosabbnak vélt Kijevbe. A 300 ezres Herszonban mostanra nagyjából 80 ezer ember maradt. A városközpontban minden nap hatalmas tömeg tolong, a főként élelmiszert és melegruhát tartalmazó segélycsomagokért. Több kerületben még mindig nincs áram és vezetékes ivóvíz. Ami az áramszolgáltatást illeti, a fővárosban is egyre hosszabbra nyúlnak a tervezett áramszünetek. Kijevbe már megérkezett a tél, ám az újabb és újabb orosz légicsapások súlyos károkat okoznak az elektromos hálózatokban. A legnagyobb ukrán energetikai vállalat vezetője arra kérte a nagyobb városok lakóit, hogy próbálják meg vidéken kihúzni a telet, mivel minden légitámadás után egyre nehezebb helyre állítani a szolgáltatást, így előfordulhat, hogy a panelházak napokig, vagy akár hetekig fűtés nélkül maradnak. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője napi jelentéseiben rendre hangsúlyozza, hogy az orosz erők katonai célpontokra mérnek precíziós csapásokat. Ám a támadásokban az ukrán hatóságok szerint az ország teljes energetikai hálózatának csak nem fele megrongálódott, 17 megyében kritikussá vált a helyzet. Szombat reggel váratlanul Kijevbe utazott az Egyesült Királyság nemrég hivatalba lépett új miniszterelnöke Rishi Sunak. A konzervatív brit kabinet Ukrajna egyik legfontosabb támogatója. Az előző kormányfő Boris Johnson többször is járt Ukrajnában a háború kezdete óta. Az Egyesült Királyság mostanáig több mint 1000 milliárd forint értékben nyújtott katonai segítséget az ukránoknak. Rishi Sunak most újabb, nagyjából 23 milliárd forint értékű légvédelmi támogatást ígért. Miközben önök a harctéren sikerrel szorítják vissza az orosz csapatokat, az ukrán otthonokat, kórházakat és az áramhálózatot légicsapások rombolják le. Segíteni fogunk a védekezésben, ezért az újabb csomag részeként egyebek mellett 120 légvédelmi gépágyút, radarokat és a harci drónok ellen bevethető fegyvereket szállítunk Ukrajnának, közölte a kormányfő. Hozzátette, az Egyesült Királyság továbbra is segít az ukrán katonák kiképzésében, és még a tél beállta előtt 7,5 milliárd forint értékű humanitárius segélyt juttat el a háború sújtotta országba. A héten országszerte áramkimaradásokkal küzdöttek Moldovában. A rendszeres áramhiányt az ukrán energialétesítményeket érő sorozatos orosz rakétatámadások okozzák, mivel Ukrajna és Moldova megosztott elektromos hálózatot használ. Oroszország a háború kitörése óta a felére csökkentette a Moldovának eladott földgáz mennyiségét. Az országban sokan gondolják úgy, hogy ezért a kormány nyugatbarát politikája a felelős.
Sötétbe borultak Kisinyov utcái, miután Moldova fővárosa ismételten áramhiánnyal küzdött a héten. Volt olyan, hogy az utasok és a járókelők toltak odébb egy trollibuszt, amikor az elegendő tápfeszültség hiányában leállt. Az áram kimaradások mögött az elmúlt hét sorozatos orosz rakétatámadásai állnak. Moldova ugyanis közös elektromos hálózatot működtet Ukrajnával. Az áramszolgáltatást megosztott módon működik Ukrajna és Moldova között. Kapunk is és adunk is áramot. Ha az egyik oldalon leáll a működés, az a túloldalon megnöveli a terhelést. A probléma abból adódik, amikor húzamosabb ideig több állomás is leáll, mert ilyenkor a rendszer instabillá válik és biztonsági okokból lekapcsolja magát, mondta a Kisinyovi Műszaki Egyetem Energiaintézetének igazgatója. Moldova Európa legszegényebb országa, ahol októberben soha nem látott 35%-os éves inflációt mértek. Az energiaárak emelkedése miatt a lakhatás jelenti a legnagyobb problémát, aminek költségei több mint megkétszereződtek a háború kitörése óta. A háború előtt már épp kezdett jobbá válni az életünk. Három hűtőnk is volt, de most már csak kettő van, és állandóan le kell kapcsolnunk a villanyt, hogy spóroljunk, mondta egy nő. Az ország vezetői elismerik a problémákat, a megoldást pedig a fogyasztás visszafogásában és az uniós csatlakozásban látják. Felszólítottuk a fogyasztókat, hogy csökkentsék az energiafelhasználásukat, különös tekintettel a csúcsidőben. Mindenkinek meg kell értenie, hogy csúcsidőben nincs elég áram, mondta az ország energiaügyi minisztere. Van, aki megpróbál eleget tenni az elvárásoknak. Minden este lekapcsoljuk a fűtést és a villanyt a spórolás miatt, mondta egy férfi. Mások viszont nem a takarékoskodásban látják a megoldást. A múlt hét vasárnap ezrek tüntettek a fővárosban a nyugat mellett elkötelezett kormány lemondásáért. A tüntetők szerint Oroszország a moldovai vezetők nyugatbarát politikája miatt csökkentette a felére a Moldovának eladott földgáz mennyiségét. Az Unió még idén júniusban hagyta jóvá Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszát. Az uniós vezetők azóta kiemelt ügyként tekintenek a moldovai energiaválság megoldására. Ezt jelzi, hogy Brüsszelben egy 100 milliárd forintos segédcsomagot szavaztak meg az országnak. Moldova áram szükségletét jelenleg 90%-ban Románia látja el. Romániában bár ársapka van az áramra és a gázra, viszont a szén, a fűtőolaj és a biomassa is drágult. Az RMDS javaslatára támogatást kapnak azok az önkormányzatok, amelyek ezekből az anyagokból állítják elő a távhőt. Közben egyre nagyobb bajban vannak a cégek az infláció, az energia és a nyersanyagok drágulása miatt, amit a januártól esedékes adóváltozás is tetéz. Bukarestből Bot Eszter tudósított. Minden adóteher növekedni fog. Ugye növekszik januártól a minimálbér, ami mindenkori referencia szint itt Romániában. Ehhez igazítják például az egészségügyi és nyugdíjjárulékokat, így értelemszerűen azok is növekedni fognak. De a szakértők egyöntetően azt mondják, hogy különösen a nagyon pici és a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat érinti negatívan a változás. Például amennyiben nincs a cégeknek alkalmazottja, 16%-os profitadót kell fizetniük az eddigi 3%-os jövedelemadó helyett. Elszálló rezsiárak, szankciós infláció, ellátási problémák és gazdasági visszaesés jellemzi Európát. Így látja egyre több szakértő és politikus is. A magyar kormány régóta azon az állásponton van, hogy a szankciók nem működnek, kárt okoznak Európának és Magyarországnak, de erről meg kell győzni a brüsszeli politikusokat is, miközben már készül a következő szankciós csomag. A kormány szerint mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország kimaradjon a gázt és az atomenergiát érintő szankciókból. Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt. Sajtóhírek szerint az Európai Bizottság az élén Ursula von der Leyennel gőzerővel dolgozik a 9. szankciós csomagon. A kiszivárgott részletek szerint egyebek mellett megtiltanák a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok területén az együttműködést Oroszországgal. Ez például a paksi atomerőmű működését és fejlesztését is veszélybe sodorná. Az Európai Bizottság, Brüsszel nem hajlandó szembenézni a valósággal. Az Európai Bizottság most éppen a közösségi oldalán arról győzködi az európai lakosságot és a magyar lakosságot, hogy a szankciók hatékonyak és jól működnek, jelentette ki Hollik István videónyilatkozatában. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ennek éppen az ellenkezője igaz. A büntető intézkedések kárt okoznak Európának. Nyilvánvalóan Brüsszel okkal teszi azt, amit tesz. Azért bizonygatja,
hogy a szankciók működnek, mert már készítik elő a brüsszeliek a 9. szankciós csomagot, amely viszont veszélyt jelent Magyarország gázellátására és az atomenergia felhasználására is. Hozzátette, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország ki tudjon maradni a gázt és az atomenergiát érintő Európai Unió szankcióból. Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt, akár írásos, akár online formában. A kormány tájékoztatása szerint eddig már 340 ezeren küldték vissza a kérdőíveket. A szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit névre szóló borítékokban november 25-ig mind a 8 millió címzethez eljuttatja a posta. A válaszokat december 9-éig ingyenesen lehet visszaküldeni. Kettől pedig már online is kitölthető a kérdőív. A nemzeti konzultációban arról kérdezik az embereket, hogy egyetértenek-e az olajszankciókkal, a gázszállítások korlátozásával, illetve mit gondolnak a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó büntető intézkedésekről és a paksi atomerőmű bővítéséről. Emellett véleményt mondhatnak a magyarok arról, hogy egyetértenek-e a turizmust korlátozó, illetve az élelmiszer árak emelkedését okozó szankciókkal. A konzultáció is azért fontos. A nemzeti konzultáció fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában. Világosan éreznünk kell itthon is, és a nemzetközi politikának is Brüsszelben, hogy amit a magyar kormány mond, az azért nemzeti érdek, mert egy egész nemzet gondolja azt, hogy ennek a közösségnek, a mi közösségünknek, a magyarok közösségének az az érdek, amit a kormány képvisel. Ennek van jelentősége a tárgyalások során. A kormányfő hangsúlyozta, biztos abban, hogy ha lesz 9. szankciós csomag, akkor nagy csaták árán, de el fogja érni, hogy a Magyarország számára létfontosságú kérdésekben, amilyen az atomenergia mentesítést kapjon. Húsba vágó és mindennapos kérdések. A szankciók és azok hatásai mindenkinek az életébe beférkőznek. Hívta fel a figyelmet az M1-en a Nézőpont intézet elemzője. Veszélybe kerülne a fűtés, veszélybe kerülne a munkahelyek működése, és ezek nyilván olyan kérdések, amik a mindennapi embernek az életét befolyásolják, tehát amikor szankciókról beszélünk, vagy ezekről a geopolitikai küzdelmekről, ezek sajnos nem távoli problémák, nem olyan problémák, amik csak egy mondjuk egy szűk elitet, vagy egy gazdasági politikai elitet érintenek. Rocsis Bálint azért is tartja különlegesnek az uniós büntető intézkedésekről szóló nemzeti konzultációt, mert a nyugat-európai háborús hangulatban nincs helye a kérdéseknek. Nem kérdezik meg az emberek véleményét úgy, mint Magyarországon. Az energiaválság nehéz helyzetbe hozza a hazai vállalkozásokat is. Éppen ezért az állam mindent megtesz, hogy támogassa a szektort. A nagyvállalatok és a KKV-k is számíthatnak segítségre. Már elindult az energiaigényes kis és közepes vállalkozások támogatása, valamint a gyármentő program, amely januárban kibővül. De maradnak a Széchenyi hitelek, és kamatstopp is segíti a cégeket. Ropogósra sült a kenyér, amihez jelentős mennyiségű energiát használtak fel ebben a pékségben. Itt számos más feldolgozóipari vállalkozáshoz hasonlóan a korábbi többszörösére urottak meg a gáz és az áramköltségek az elmúlt hetekben. A kormány most védőhálót biztosít az energiaválság hatásainak leginkább kitett kis- és középvállalkozásoknak. A múlt hónapban indult 100 milliárd forintos energiaköltség és beruházási támogatási program lényege, hogy kifizetik a nagy energiafelhasználó cégeknek a negyedik negyedéves rezsitöbletük felét. Ennek az a feltétele, hogy az érintett vállalkozásoknak olyan fejlesztéseket kell elindítaniuk és legkésőbb 2024-ig befejezniük, amelyekkel érezhetően csökkenteni tudják gáz, áram vagy akár távhő felhasználásukat. Az energiahatékonysági beruházásokhoz a kormány vissza nem térítendő támogatást is nyújt. Mintegy 1000 vállalkozást nyújtott már be igényt arra, hogy részt venne a programban. A gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár az M1-en elmondta, hogy a program mellett, amelyre december közepéig lehet jelentkezni, kamatstoppal is segítik a kisebb cégeket. Ezzel az intézkedéssel például mintegy 80 milliárd forintot hagynak az érintett KKV-knál. Lugó Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyobb vállalkozásokat is támogatják a gyármentő programmal. Alapvetően ez egy 150 milliárd forintos programmal indult, amit a HIPA és a külügyminisztérium közösen gondozott, és pillanatok alatt szó szerint elment az erre allokált pénz.
és látva ezt, hogy igen nagy sikere van a programnak, a kormány úgy döntött, hogy két helyről, egyrészt az Exim Bankból, másrészt pedig a Magyar Fejlesztési Bankból rácsatlakoztatja ezt a két bankot a gyármentő programba. Ez azt jelenti, hogy január 1-től a Magyar Fejlesztési Bank a nagy és középvállalkozások számára 100 milliárd forintig állami kezességet, illetve garanciát vállal azok forgóeszköz, folyószámla, illetve a működést finanszírozó hiteleire. Az Exim Bank ugyancsak 100 milliárd forintig államilag támogatott, rendkívül kedvezményes, és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt azoknak a hazai üzemeknek, amelyek hatékonyabbá teszik energiafelhasználásukat, azaz kevesebbet fogyasztanak. Vagy például saját maguk állítanak elő áramot megújuló energiával. Amikor nehéz helyzet van, akkor a kormány azt támogatja a vállalkozásokat. A Híradónak nyilatkozó szakértő azt mondta, az elhibázott brüsszeli szankciók az elszabadult energiárak nehéz helyzetbe hozták az európai gazdaságokat. A magyar kormány célja, hogy megerősítse a hazai vállalkozásokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, és ezért nyújt számukra komoly forrásokat. A gyármentő csomagok azok segítik azt, hogy a magyar beruházások volumene az magas szinten maradjon, a foglalkoztatás, a GDP növekedés az erős legyen, ugyanúgy, ahogy eddig is volt. Emellett a hatékonyságnak a növelése az elősegíti az energia biztonságát is az országnak, hiszen hogyha nagy szereplők kevesebb energiát, kevesebb gázt és áramot használnak, az azt jelenti, hogy több áll rendelkezés a többi szereplő számára. A vállalkozások megerősítése érdekében a kormány meghosszabbította a Széchenyi Kártya hitelprogramot is, és egy olyan intézkedés csomagot dolgoz majd ki, amelynek az a célja, hogy gazdasági ösztönzőként használja a bankadót. Vagyis aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet. A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy küzdünk, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót. Erről hozzávetőleg egy hónapja beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki szerint Magyarország elkerüli a gazdasági visszaesést. Ezt erősíti a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése is, amely 2022-re 4,5, míg jövőre 0,5-1,5% közötti GDP növekedéssel számol. A magyar diaszpóra ösztöndíj hallgatói táboroznak Sátoraljaújhelyen ezen a hétvégén. A több mint 100 diák szakmai előadásokon vesz részt, de jut idő kirándulásra és egyéb programokra is. A kormány és a Rákóczi Szövetség célja, hogy a Magyarországon tanuló fiatalok megismerjék egymást és erősítsék magyarság tudatukat. Izgalmas kvízjátékon vettek részt a diákok, csoportokat alkottak és a feladatok segítségével egymást is megismerhették Sátoraljaújhelyen. A táborban a magyar diaszpóra ösztöndíjas hallgatók töltenek pár napot. A diákok színes programok mellett különféle szakmai előadásokon is részt vesznek. Márka Emese például New Yorkból érkezett Magyarországra, és az ösztöndíj program segítségével kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Magyarországra költöztem, és most a Semmelweisen tanulok, általános orvosi szakon, és a diaszpóra ösztöndíj szervezett nekünk egy hétvégét itt Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetséggel együtt, hogy jobban megismerjük egymást, többi ösztöndíjast, és a Magyarországot is egy kicsit jobban megismerjük. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Rákóczi Szövetség azzal a céllal szervezte meg a tábort, hogy közelebb hozza egymáshoz az ország számos felsőoktatási intézményében tanulókat. Ez a rendezvény azzal a céllal valósult meg, hogy egymással is kapcsolatot alakíthassanak ki a fiatalok, illetve a Balassi Intézetben tanuló kárpát-medencei fiatalok is találkozzanak. A fiatalok, akik most itt vannak, nagyon-nagyon sok országból érkeztek, és Magyarország különböző városaiban, különböző egyetemeken tanulnak, így ez egy nagyon jó lehetőség nekik, hogy itt barátságokat tudnak kialakítani, és egy kicsit a magyarság tudatuk is erősödik. A találkozón több mint 100 diák vesz részt, egyebek mellett ellátogatnak a Borsi Rákóczi kastélyba, és táncház is várja még őket. Az idei év mérföldkő a hazai közjegyzőség történetében, hiszen éppen 30 éve, hogy az első polgári kormány visszaállította azt. Erről az igazságügyi miniszter beszélt a 33. közjegyzői konferencián. Varga Judit úgy fogalmazott, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország elsők között ismerte fel, hogy a közjegyzőség a modern polgári társadalom egyik letéteményese, azáltal, hogy eljárásaival a gazdasági forgalom biztonságát garantálja.
A miniszter elmondta, hogy a közjegyzők a jogviták perenkívüli elintézése érdekében független, pártatlan és szakszerű jogi szolgáltatást nyújtanak, miközben a bíróságot is tehermentesítik. Bízunk benne, hogy a közjegyzők akár csak az elmúlt 30 évben, ugye a jövőben is hasonlóan magas színvonalon és hasonló hatékonysággal fogják ellátni a feladataikat, és őszintén reméljük, hogy a jogalkotóval a jövőben megvalósuló szoros együttműködés során majd hozzá tudnak járulni az igazságszolgáltatás hatékonyságának a további növeléséhez, erősítve ezzel is a közjegyzői karba vetett közbizalmat. Ugye a minisztérium nyitott a további szakmai együttműködésre. 3 milliárd forint jut mostantól évente a magyar borok népszerűsítésére, jelentette be a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos az idei Vince-díjak ünnepélyes átadóján. Rókus Valvi Pál köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar kormány stratégiai fontosságúnak ítéli a magyar borágazatot, amit a támogatás mértéke is jól mutat. Szeretném itt most bejelenteni, hogy mostantól évente 3 milliárd forintot fordíthatunk céljaink elérésére. Évente 3 milliárd forintot. Arra, hogy a magyar bor nemzetközi elismertségének, valamint fizikai lehetőségének fejlesztésével annak átlagos export értékesítési árát a jelenlegi fájdalmasan alacsony szintről radikálisan feljebb mozdíthassuk. A feladat óriási, de kiválóak az adottságaink és kiválóak borászaink. Ezzel tudnunk elélni, a következetes munkának pedig meg lesz az eredménye. A DK szerint az infláció egyre nagyobb szenvedést okoz a magyar embereknek. A párt ezért egyebek mellett csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját és kiterjeszteni a rezsitámogatást. A gáz és áram árára kivetett 27%-os áfát átmenetileg 5%-osra kell csökkenteni. A vállalkozások megóvása érdekében ki kell terjeszteni az állami rezsitámogatást valamennyi kis- és középvállalkozásra. Az MSZP arra kéri a kormányt, hogy gondolja át, kivonul-e az állami szolgáltatásokból. Kunhalmi Ágnes a posta bezárások kapcsán arra szólította fel a postát, hogy egyeztessen azokkal az önkormányzatokkal, amelyek részt vennének a hivatalok megmentésében. Ahol a posta egyébként szerződésben van az önkormányzattal, ott bizony segítsen az önkormányzat a bérleti díj elengedésében, illetve az önkormányzat valamennyit, ha bír, átvállalja a rezsiköltségekből. A Jobbik szerint 9000 milliárd forint sorsa múlik az integritási hatóság munkáján. Gyöngyösi Márton azt mondta, a hatóságot azzal a céllal hozták létre, hogy felszámolja a korrupciót Magyarországon. Mi magyar állampolgárként is, magyar ellenzéki pártként is érdekeltek vagyunk abban, hogy Magyarország minél előbb hozzájusson ezekhez a forrásokhoz. Nincs kifogása a kormánynak az ellen, hogy feloldják a baloldali kampánypénzekről szóló jelentést. 2051-ig titkosították, de még a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke és a botrányt kirobbantó Márki-Zay Péter is támogatja, hogy derüljön ki, mi szerepel az anyagban. A Századvég vezető elemzője szerint egyértelmű, hogy a baloldalhoz érkezett amerikai pénzekkel megpróbáltak beavatkozni a magyar választásokba. Nincs kifogása a kormánynak az ellen, hogy feloldják a baloldali kampánypénzekről szóló jelentés titkosítását. A miniszterelnöki kabinetiroda az Indexnek azt írta, amennyiben a Nemzetbiztonsági Bizottság megkeresi a minősítő szervezetet, a Nemzeti Információs Központ hozzá fog járulni a megismert információk nyilvánosságra hozatalához. Ezt a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezte a testület szerdai ülése után. Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta, sokkal súlyosabb a guruló dollárok ügye, mint azt gondolni lehetett. A dollár baloldal ügyében minden magyarnak joga van, és a teljes nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy megtudja az igazságot. A 2051-ig titkosított anyag közzétételét a Jobbik bizottsági elnöke is támogatja. Sars Zoltán a Magyar Nemzetnek azt mondta, fontos, hogy a lehető legszélesebb körben mindenki megismerhesse a jelentést. Nincs titkolnivalunk, ezt írta Márki-Zay Péter a közösségi oldalán. Az M1 megkeresésére pedig SMS-ben azt válaszolta, támogatja, hogy a baloldali pártok külföldi finanszírozásáról szóló információkat hozzák nyilvánosságra.
még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márkizai Péter Ernyő szervezete a Mindenki Magyarországa mozgalom a kampányidőszak alatt az Egyesült Államokban alapított Action for Democracy-tól 1 milliárd 800 millió forintot kapott, amit itthon politikai célokra fordítottak. Az egykori közös ellenzéki miniszterelnök jelölt büszkén beszélt az úgynevezett guruló dollárokról, a tiltott pártfinanszírozás vágyát azonban visszautasította. Nyilvánvalóan nem mentek pártokhoz. Később az is kiderült, a Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott 99 mozgalom egyesülethez szintén érkezhettek amerikai kampánypénzek. Erre utalt, hogy a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy, aminek Korányi Dávid az ügyvezetője, a honlapján feltüntette az általa támogatott csoportok listáján az egyesületet, igaz, később levette onnan. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc többször is azt állította, a hatalmas külföldi támogatásról nem volt tudomása, pártja a DK pedig abból egy fillért sem kapott. Az ügyben mégis nyomozás indult pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága pedig titkos szolgálati vizsgálatot is kezdeményezett. Jó okunk van arra, hogy megdöbbenjünk. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken úgy fogalmazott, pénzt nem adnak ingyen. Ha adnak pénzt, akkor azért kérnek valamit cserébe. Ez egy régi dolog, ezt minden magyar ember tudja, hogy aki a zenészt fizeti, az rendeli a nótát. Az a kérdés, hogy honnan rendelték meg a nótát, ki fizetett érte, és mit kellett teljesíteni. Egyértelmű, hogy a baloldalhoz érkezett amerikai kampánypénzekkel megpróbáltak beavatkozni a magyar választásokba. Erről a Századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Palóc André hangsúlyozta, minél előbb ki kell derülnie az igazságnak. Nyilvánvalóan nem jótékonysági adományok, ezek politikai következményekkel járnak. Itt az a kérdés, hogy Magyarországon ki az, aki ezeket elfogadta, milyen felhatalmazásra és mire költötte. A Századvég legújabb kutatásában az Egyesült Államok magyarországi szerepvállalásáról kérdezte az embereket. Ez alapján a magyarok határozottan elutasítják a hazai belpolitikába történő amerikai beavatkozást. Már van gyanúsított Cseh Katalinék botrányában, erről írt a Magyar Nemzet. A lap úgy értesült, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Momentumos politikus családi cégéhez köthető egyik vállalkozás tisztségviselőjét hallgatta ki gyanúsítottként költségvetési csalás miatt. A Cseh Katalin körüli botrány tavaly nyár óta tart. Ekkor derült ki, hogy a politikus családjához köthető cégek az elmúlt években csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatással trükköztek. Már van gyanúsított Cseh Katalinék botrányában, egy férfit hallgatott ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ez derítette ki a Magyar Nemzet. Alap úgy értesült, a családi cégéhez köthető egyik vállalkozás tisztségviselőjéről van szó, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit. A Cseh Katalin körüli botrány tavaly nyáron robbant ki, miután Anonymous az állarcos alak közölte, a Momentumos politikus családjához köthető cégek az elmúlt években csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatással trükköztek, és egy olyan 3D-s nyomtatási technológia kifejlesztéséhez is kaphattak több millió forint támogatást, amely már rég a céghálózat birtokában volt. A hírek szerint csak azért hoztak létre a budapesti központ mellett több Nógrád megyei telephelyet is, mert a térség elmaradottsága miatt nagyobb pályázati forrásokhoz lehetett jutni. Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. Cseh Katalin tavaly nyáron még cáfolta a családi céghálóról szóló híreket, és azt is, hogy uniós pénzekkel élt volna vissza. Jelenleg kettő telephelye van, az egyik Vácon van, a másik Szirákon van. Én a Váci telephelyről tudok többet mondani, azt valóban még én létesítettem. Később azonban a Momentumos EP képviselő úgy nyilatkozott, hogy a hozzá köthető Pannonia Nyomda Kft. Telephelyét valóban ő létesítette. A balliberális politikus ekkor már azt sem tagadta, hogy ügyvezetőként ő pályázott volna az uniós forrásokra. Volt egy pályázat, amit valóban én adtam be, ezt a pályázatot később a Pannonia Nyomda Kft. Meg is nyerte, de ez már bőven az én ügyvezetésem utáni időszakban történt.
A Magyar Nemzet néhány hete azt írta, a költségvetési csalás miatt elrendelt nyomozás lendületet kapott, mert a prágai kerületi ügyészségtől is információkat kapott a NAV. Továbbá az adóhatóság újabb jogsegélykérelmek kibocsátását kezdeményezte Lengyelországot és Litvániát érintően. A portál úgy tudja, hogy a hatóság szakemberei egyebek mellett körbeszámlázás nyomaira bukkantak. Közben a közbeszerzési hatóság is feljelentést tett a rendőrségen. Szerintük a cseh hálózathoz sorolható három vállalkozás megszegte a közbeszerzés szabályait, és bűncselekményt követhetett el. Egyikük például olyan gazdasági szereplőtől kért ajánlatot, amelynek tulajdonosa és vezető tisztségviselője megegyezik a saját tulajdonosának cégvezetőjével. A feljelentésben leírtakat a Pest megyei rendőrfőkapitányság helyett szintén a NAV vizsgálja. A Magyar Nemzet most a fővárosi főügyészségtől kért friss információkat a nyomozással kapcsolatban. Az ügyészség válaszából kiderült, egyelőre nem a Pannonia nyomda Kft.-t érinti a büntetőügy, melynek Cseh Katalin az ügyvezetője is volt. A gyanúsított a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője. A nyomozó hatóság költségvetési csalás büntetének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a férfit, aki panasszal élt a gyanúsítással szemben. Egy nap múlva kezdődik a foci VB, de a sportról egyelőre kevés szó esik a rendezvénnyel kapcsolatban. Sokakat felháborított, hogy az utolsó pillanatban változtattak az alkoholfogyasztási előírásokon, és a stadionokban végül nem engedélyezik a sörözést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke képmutató kioktatásnak nevezte azokat a bírálatokat, amelyek a rendező országot érték, egyebek mellett a létesítményeket építő vendégmunkások helyzete miatt. Soha nem volt, és egy ideig biztosan nem is lesz olyan zsúfolt a dohai nemzetközi repülőtér, mint ezekben a napokban. Az alig 3 milliós ország reptere most több mint 900 járatot fogad naponta. A külföldiek többsége természetesen a vasárnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra érkezik az öbölmenti országba. Több gépünket tartalékoljuk a következő hetekre, azokból az országokból, amelyek tovább jutnak a középdöntőkbe, vagy a döntőbe, további utasokra számítunk, meg akarunk felelni a szurkolói igényeknek, mondja a Királyság légitársaságának vezérigazgatója. Készülnek Al-Horban is, itt tartják ugyanis a VB nyitó meccsét vasárnap. A kisfalu évszázadokon át élt gyöngyhalászatból, a stadiont, ahol a házigazdák Ecuador ellen lépnek fel, csak a világbajnokságra építették fel. Meg szeretnénk mutatni a világnak a fejlődést, amin keresztül mentünk, hogy mi mindent értünk el. Az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában, a házaink mindenki előtt nyitva állnak, aki idejön, élvezheti a vendégszeretetünket, mondta lelkesen egy helyi lakos. Egy nappal a hivatalos megnyitó előtt azonban a legkevesebb szó a labdarúgásról, az esélylatolgatásról, vagy éppen az új stadionokról esik. Sokkal többször kerülnek szóba ezek a vörös standok, ezekből árulták volna a sört a stadionok környékén. A FIFA, a katari kormány és a világbajnokságot szponzoráló sörgyár éveken át egyeztetett az alkoholárusítás pontos szabályairól. Úgy látszott, sikerült is egy olyan formulát találni, amely a katariaknak is megfelelő, de a szurkolók igényeit is kielégíti. Azután, alig 48 órával a játékok kezdete előtt, a katari kormány visszavonta a korábbi beleegyezését, és megtiltotta az alkoholárusítást a stadionok környékén. Voltak, akik komolyan felháborodtak az utolsó pillanatban hozott döntésen. Nálunk Argentinában elképzelhetetlen a meccs anélkül, hogy együtt sörözzünk, és megosszuk a sörünket a barátainkkal. Itt vagyunk a világbajnokságon, szóval a sör az elengedhetetlen, magyarázta egy argentin szurkoló. Voltak viszont, akik természetesnek vették a döntést. Tisztelniük kell a hagyományainkat, az alkohol tilos az iszlámban, így nem szabad muszlimok szemeláttára inni. Mi is tiszteljük az övéket, így biztosítunk helyeket, ahol ihatnak, magyarázta egy helyi fiatalember. Az ilyen klubokban például továbbra is engedélyezik az alkohol árusítását. Sört és koktélokat is árulnak majd csillagászati árakon. A klub tulajdonosa hatalmas bevételre számít. Voltak, akik kreatív megoldást találtak a sörkérdésre. Bahreinben szállunk meg, ahol jóval szabadabb a kultúra, ott nyaralunk két hetet a tengerparton, és csak a német csapat meccseire repülünk át Katarba, magyarázta egy német szurkolói csapat vezetője.
de a nyugati országokból sok bírálat érte a stadionokat építő dél-ázsiai vendégmunkások munkakörülményeit, azt, hogy több százan halhattak meg munkahelyi balesetekben, és azt is, hogy a FIFA az Iránban zajló tüntetéssorozat letörése ellenére sem zárta ki az indulásból az iráni válogatottat. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal a megnyitó előtt tartott sajtótájékoztatóján indulatosan utasította vissza az egyre sűrűsödő kritikákat. Azt mondta, az európai szövetségek és államok kettős mércét alkalmaznak, és álszent módon kritizálják a szervezőket. Ha kritizálnak valakit, legalább ne a játékosokat kritizálják, ne őket tartsák nyomás alatt. Nekik az a dolguk, hogy futballozzanak, és tegyék boldoggá a szurkolókat, ne kritizálják Katart se. Itt vagyok én, engem kritizálhatnak, amennyit csak akarnak. Magyarázta a Nemzetközi Szövetség elnöke. Hozzátette, azt reméli vasárnapra, mire a játékok elkezdődnek, elülnek a viták, és tényleg a játékra tud mindenki koncentrálni. Két tűzoltó meghalt és egy megsérült, amikor tűzoltó autójuk összeütközött egy éppen felszállni készülő repülőgéppel Peruban. A dél-amerikai országban egy súlyos buszkatasztrófa is történt, és erős földrengés is volt. Biztonsági kamera rögzítette a pillanatot, amikor a repülőgép nekicsapódott a tűzoltó autónak. Sajtóhírek szerint a tűzoltók gyakorlatot tartottak, és engedélyük volt a kifutópálya használatára. Azonban a LATAM légitársaság Juliakai járata is zöld utat kapott a légiirányítástól. A tűzoltók közül ketten a helyszínen meghaltak. Egy harmadik túlélte a szerencsétlenséget, őt kritikus állapotban szállították kórházba. A repülőgép kigyulladt és óriási lángokkal égett. A füstoszlop magasan a légi kikötő fölé szállt. A gépen 102 utas és a 6 fős személyzet tartózkodott, többen súlyosan megsebesültek. Hamarosan mentők lepték el a repülőteret. Elővigyázatosságból a repülőgép minden utasát kórházba vitték kivizsgálásra. A repülőtéren vasárnapig minden járatot töröltek, az utasok podgyászaikkal kezükben várták a híreket. A perui elnök részvétét nyilvánította az áldozatok családtagjainak, és a történtek mielőbbi kivizsgálását sürgette. A repülőteret üzemeltető vállalat már vizsgálja a tragédia körülményeit. Együttműködünk a hatóságokkal, bármilyen felelősséget készek vagyunk vállalni, a vizsgálat azonban jelenleg is folyik, mondta a szóvivő. Az utasszállítót üzemeltető légitársaság szerint a repülőgép kifogástalan állapotban volt. Sajtóértesülések megerősíteni látszanak a gyanút, miszerint emberi mulasztás okozta a katasztrófát. A Limától északra fekvő La Libertad megyében is súlyos baleset történt. 11-en meghaltak és 19-en megsérültek, amikor egy távolsági busz kisodródott egy kanyarban és felborult. A perui hírügynökség összefoglalója szerint gyakoriak a panaszok a busztársaságra, nem biztosítják a szükséges pihenőidőt a sofőröknek, akik közül sokan telefonálnak vezetés közben. A balesetek mellett természeti katasztrófa is sújtotta Perut. Piura régióban egy 4,1-es erősségű földrengést mértek. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Rekordmennyiségű hó esett New York államban a hétvégén. Péntek estig volt, ahol már egy méternél is több hó esett. Buffalo városában és környékén bezártak az iskolák, leállt a vonatközlekedés, és a repülőjáratok többségét is törölték. A hóviharban már legalább ketten haltak meg. Kamera rögzítette, ahogy egyetlen este alatt szinte teljesen ellepte a hó egy ház verandáját. Pénteken megállás nélkül járták az utakat a hókotrók Buffalo városában. New York állam északi részét még csütörtökön érte el a hóvihar, ami az előrejelzések szerint a hétvégéig kitart majd. Péntek estig több helyen már egy méternél is vastagabb volt a hótakaró, ami miatt teljesen megbénult a közlekedés. Hihetetlenül nagy erővel csapott le a városunkra a hóvihar, és a helyzet még korán sem ért véget. Vezetési tilalmat rendelünk el a város déli területein. Egyetlen autót sem akarunk látni az utakon, figyelmeztetett a buffalói polgármester. A meteorológiai szolgálat szerint a hózápor az északnyugatról érkező hideg, viharos szél és a nagy tavakból felszálló meleg, párás levegő keveredése miatt alakult ki. A kormányzó még csütörtökön rendelt el szükségállapotot az állam 11 megyéjére, az iskolákat pedig bezáratta. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint ne üljenek autóba és otthonaikból dolgozzanak.
Már legalább két ember vesztette életét a hóviharban. Az én munkaadóm nem ad lehetőséget az otthoni munkára, szóval nem számít, milyen az idő, autóba kerüljek, mondta egy buffalói lakos. A hatóságokat már több tucat elakadt járműhöz hívták segítségül. Egy autó a vasúti átjáró közepén akadt el. A sofőr ugyan ki tudott szállni, de a rossz látási viszonyok miatt az ütközés elkerülhetetlen volt az érkező vonattal. Másoknak szerencséjük volt, és időben kaptak segítséget. Majd egy órán át vesztegeltem egy útkereszteződésben. Az autóm nem mozdult se előre, se hátra, mondta egy férfi, akit végül a rendőrök mentettek ki a hófogságából. A rendkívüli havazás miatt vasútállomásokat kellett bezárni, és a légi közlekedést is korlátozták New York államban. A korlátozások 6 millió embert érintenek. Itthon megérkezett az első hó, tegnap éjszaka Bükkben havazott főként, Bánkúton és Répás után pedig ma délelőtt fehérbe borult a táj. A meteorológusok szerint ezen a hétvégén a magasabban fekvő területeken még előfordulhat kisebb havazás, havas eső. Az igazi télre viszont még várni kell. Nem várható magas fertőzöttség a szakemberek szerint az ünnepekre. Folyamatosan csökken a koronavírusos betegek száma, és egyre kevesebben kerülnek kórházba is. Az orvosok azonban továbbra is óvatosságra intenek, hiszen a COVID oltás nélkül továbbra is súlyos, akár halálos szövődményeket is okozhat. Szinte percenként megcsörrent a telefon ebben a pécsi rendelőben a héten. A legtöbben az influenza oltást kérték. A leányom még gimnazista, tehát ő is hatványozottan veszélyeztetett a tekintetben, hogy elkapja az esedékes influenza vírust, és így megvan a veszélye, hogy rám is átkerül a fertőzés. Az orvosok kifejezetten ajánlják a védőoltást, hiszen így később könnyebben kiszűrhető, hogy ki kaptál az influenzát és ki a koronavírust. A tünetek ugyan nagyon hasonlóak, a kezelési módok azonban nem. Egy egyszerű tünettel, hogy sárgás, zöldes orrváladék vagy köpeknek a megjelenésekor nagy valószínűséggel bakteriális fertőzésre vagy felülfertőzésre gondolhatunk. És ilyenkor, hogyha a beteg egyik tünete is megkívánja, akkor antibiotikus kezelést adunk. Még az omikronnál, influenza vírusnál vagy másnál, tehát okozó vírusfertőzések, felső légúti fertőzést okozó vírusfertőzéseknél általában tüneti kezelés, lázcsillapítás, torokfertőtlenítés adása, bőfolyadék, ágynyugalom, és egy pár nap alatt túl van az ember ezen. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint sehol sem emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, sőt Zalaegerszegen, Kecskeméten és a fővárosban még csökkent is az elmúlt hetekhez képest. Európa szerte is jóval kevesebb a beteg, ami azt mutatja, hogy vélhetően itthon sem lesz már tömeges fertőzöttség az elkövetkező időszakban. Ezek a predikciók, ezek viszonylag alacsony fertőzés jeleznek a következő egy-két hétre. Ha szerencsések vagyunk, akkor Magyarországon karácsony előtti jelentős változás remélhetőleg nem lesz, és akkor a karácsonyt egy viszonylag békés körülmények között tölthetjük. Szakemberek azonban továbbra is óvatosságra intenek, hiszen védőoltás nélkül akár életveszélyes szövődményeket is okozhat a vírus. Továbbra is az idős, krónikus betegekre a legveszélyesebb a fertőzés. Nekik azt ajánlják, hogy kérjék az újabb vakcinát. Megakadályozzák azt, hogy az illető súlyos beteg legyen, kórházba kerüljön, vagy netán meghaljon a betegség következtében. Tény az, hogy az újabb bivalens oltások jobban idomulnak az új omikron változathoz, tehát akinek több hónap telt el a korábbi oltása óta, vagy átesett a betegségen, és úgy érzi, hogy védelemre szorul, érdemes ezt a két komponensű új oltást felvennie. Az elmúlt héten valamivel több mint 4400 új fertőzöttet igazoltak, és 73-an haltak meg a kór szövődményeiben. 749 embert ápoltak kórházban, közülük 10 voltak lélegeztetőgépen. Újabb felvétel készült ezúttal a fővárosban egy olyan autósról, aki centikkel a vonat érkezése előtt hagyta el a hévátjárót. Az M1-nek nyilatkozó szakértő is leszögezte, hogy a tilos jelzésen áthajtók életveszélybe sodorják magukat és másokat is. A piros lámpa ellenére sem lassított ennek a fehér furgonnak a sofőrje és az érkező hív elé hajtott Budapesten. A felvételen jól látható, ha a szerelvény néhány másodperccel hamarabb érkezik, elkerülhetetlen lett volna az ütközés.
Az eset néhány nappal ezelőtt történt a Keresztúri út és a Kerepesi út kereszteződésénél. A videót egy sorompó előtt várakozó kocsi fedélzeti kamerája rögzítette. Mutatjuk még egyszer lassítva. Mindössze néhány centiméteren múlott, hogy az ott közlekedő H9-es hév nem sodorta el az előtte száguldó járművet. Ezek a felvételek ugyanazon a helyszínen készültek szombat délelőtt. Jól látható, hogy ez a kereszteződés egy rendkívül forgalmas útszakasz, rengeteg itt az autós és a gyalogos. Itt esélye nem lenne arra, hogy bármit is tegyen, hogyha a hév egy picivel is gyorsabban érkezik. A vasúti átkelő tiltó jelzését semmilyen esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni, magyarázta a Híradónak nyilatkozó vezetéstechnikai oktató. Köves Szilárd úgy fogalmazott, egy ilyen manőver végzetes következményekkel is járhat, ezért mindig legyünk körültekintőek és elővigyázatosak. Kötelező mindenkinek úgy megkezdeni a vasúti átjárat, hogy még ha fehéren villog, akkor is körbe kell nézni, hogy nem látunk-e esetleg közeledő szerelvényt, hiszen a fehér fény is csak azt jelenti, hogy működik a vasúti átjárat biztosító berendezés, abban az esetben, ha piros, akkor pedig egyértelműen megállni. Nem egyedi eset a mostani, havonta több alkalommal is előfordul, hogy a sofőrök a vasúti átkelőn úgy haladnak át, hogy nem tartják be a közlekedési szabályokat. Ez a felvétel néhány héttel ezelőtt Puszta-Szabolcson készült. Egy autó a pirosan villogó fénysorompót figyelmen kívül hagyva előbb letörte az ereszkedő sorompó csapórúdját, majd áthajtott a sineken. Miután észrevette, mi történt, megfordult, majd a tilos jelzés ellenére ismét áthajtott a sineken. Ez pedig már a 44-es főút Kiskunfélegyháza közelében. Itt egy nyerges vontatóval próbált meg áthaladni egy férfi a vasúti átkelőn. A sorompó rúdja azonban a teherautó fülkéje és a tartály közé ereszkedett le. Csak centimétereken múlott, hogy nem történt tragédia. De nem volt mindenki ilyen szerencsés, ennek a sofőrnek az autója súlyosan összetört, amikor egy hívvel karambolozott néhány hónappal ezelőtt Csömörön. A szerelvény az ütközés után több méteren át tolta maga előtt az autót. A kocsiban három ember ült, őket feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsokból. Szakértők szerint az ilyen balesetek többségét az autóvezetők figyelmetlensége okozza. Csak tavaly 86 vasúti átjárós baleset történt. Kivonja a forgalomból az utolsó régi magaspadlós Ikarus buszait is a BKV. A nyugdíjba küldött típusok némelyike 50 éven keresztül szállította az utasokat. A legendás járművek a hétvégén közlekednek utoljára menetrend szerinti forgalomban. Az Ikarus 260-as prototípusa 1971-ben készült el. Az akkor korszerűnek számító 100 személyes városi közlekedésre tervezett autóbusz a gyár legsikeresebb terméke lett. 2002-ig több mint 70 ezret gyártottak belőle. A főváros vérkeringésének fontos tényezője a tömegközlekedés. A BKV 1972. december 22-én állította forgalomba az első Ikarus 260-asát, amit a pestiek az elődökhöz képest hatalmas ablakai miatt panorámabusznak neveztek el. Az Ikarus 260-as és csuklós változata a 280-as 50 évig szolgálta a budapestieket. A még megmaradt példányokat a BKV a szintén kiszolgált 405-ösökkel és 435-ösökkel együtt kivonja a közforgalomból. A hivatalos nevükön magaspadlós Ikarusok a hétvégén járnak utoljára utasokkal menetrend szerint. Picit egyik szemem sír a másik nevet, mert ugyan kényelemben meg komfortérzetben sokkal könnyebb és jobb vezetni ezeket az új típusú alacsony padlós autóbuszokat, tehát ez mégis a történelem ez az autóbusz a BKV és a város életében. A 9-es vonalán szombaton három magaspadlós Ikarus is járt. Mindegyik zsúfolásig megtelt. Legtöbben azért szálltak fel, hogy részesei legyenek a búcsúnak. Szomorú vagyok, hogy az utolsó, de hát sajnos a jövő nem ezek ki a buszokért, de ugyanakkor hiányozni fognak majd. Minden városrésznek megvan az adott utolsó köre, minél többen próbálok öt lenni, ezt nem számolom, hogy hanyadik, de sokadik, az biztos. A közforgalomból kivont Ikarusok nagy része adományként várhatóan Ukrajnába kerül. Néhányat gyűjtők vásárolhatnak majd meg, de típusonként egyet-egyet a BKV is megtart magának, hogy nosztalgiajáratként üzemeltesse őket.
Biztos sokatnak szomorú ez a mai nap a közlekedés barátok közül. Nekem személyesen azért nem megrendítő és nem annyira szomorú. Én arra gondolok, hogy egyrészt megőrzünk ezekből az autóbuszokból, másrészt meg, ha őszinte vagyok, akár már egy évtizede készülünk erre, nem is a pillanatra, hanem arra a folyamatra, hogy végre sikerül elbúcsúztatni ezeket az idős autóbuszokat. Akik szeretnének utazni még egyszer a régi Ikarus buszokon, vasárnap még megtehetik. A Széll Kálmán téri végállomáson ott lesz mind a négy búcsúzó típus, hogy még egyszer utoljára forgalomba kimenjenek utasokkal menetrend szerinti járatként. A Híradót Víg András tudósította. Már több mint 29 millió forint érkezett a Jónak lenni jó adománygyűjtő akció számlájára. Idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének gyűjtünk. Gubás Gabi színművész is jó szolgálati nagykövetként csatlakozott a közmédia karitatív akciójához. Ezt a sálat, Stuartes sálat hordom ebben az előadásban. Gubás Gabi Jászai Mari díjas színművész rendszeresen vesz részt jótékonysági akciókon, és visszatérő támogatója a Jónak lenni jó adománygyűjtő kezdeményezésnek is. Idén a Boeing Boeing című darabban viselt dedikált sálját ajánlotta fel. Szalai Ádám mellett pedig ő is jó szolgálati nagykövete a kampánynak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert gyakran egy jó szó is nagyon sok mindent jelent egy másik embernek, akinek éppen akkor arra van szüksége. Csak ezt muszáj észrevennünk, hogy akkor nekünk ott feladatunk van, hogy ott segítsünk, és valakinek egy ilyen segítőkezet nyújtsunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szép számmal érkeznek felajánlások a közmédia kampányában. Az akcióhoz évről évre színészek, közéleti szereplők és sportolók is csatlakoznak. A 2022-es Jónak lenni jó című műsorban kerüljön ez árverésre, mert jónak lenni jó. A férfi vízilabda válogatott egy pólót ajánlott fel, amit a 2020-as Tokiói olimpián bronzérmet szerzett játékosok írtak alá. Az idei Jónak lenni jó akcióban eddig több mint 29 millió forint gyűlt össze. A felajánlásokat pedig továbbra is várják. Segíteni a 13600-as telefonszámon lehet a 96-os kóddal. Egy hívás vagy szöveges üzenet 500 forintos támogatást jelent. A Jónak lenni jó idén is egy egész napos műsor folyammal zárul december 18-án. Ez volt a Híradó, a műsor újra nézhető a híradó.hu oldalon. Itt az M1-en, most jön a Nemzeti Sporthíradó Bénémet Péterrel.